Második alkalommal rendezték meg a Bátaszéki Művelődési Házban a kvízbajnokságot, ahol 4-6 fős csapatok mérhették összetudásukat. A vetélkedőre a bátaszéki csapatok mellett bajai és bonyhádi társaságok is neveztek. A versenyzők között kiszúrtunk egy igazi kvízrajongót, Gruber Lászlót. Mi nem régen vagyunk ebben a műfajban, eddig most 7 alkalommal szerepeltünk, Bátaszéken, Szekszárdon, illetve Baján. Van abból 3 első helyünk, 1 második, 2 harmadik és 1 negyedik. Tehát így állunk, egy dobogót szeretnénk megcélozni, és azt mondom, hogy az szép teljesítmény lenne, de remélem a csapatnak is. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára már több nagy televíziós vetélkedőben is megfordult, igen szép eredménnyel. Így joggal tettük fel neki a kérdést, nem tartja-e sportszerűtlennek a jelenlétét. Itt vannak velem a csapattársaim, akik jelentősen tudják gyengíteni a teljesítményünket szerényen. A Bátaszéken első alkalommal megrendezett vetélkedőn legalábbis így volt, hiszen akkor egy helyi csapat állhatott fel a képzeletbeli dobogó tetejére. Igazából nem is tudtuk, hogy mire számítsunk. Kicsit félve jöttünk, ugye, hogy alapműveltség, és mennyire vagyunk tájékozottak, meg mennyire fogjuk állni a sarat. Izgalommal jöttünk, de hál' Istennek nagyon szépen szerepeltünk, és megnyertük a januári vetélkedőt. És most bízunk abban, hogy címvédők leszünk a mai napon is. Persze sok mindenem múlik, szerencse is közrejátszik, de reméljük, hogy mai napon is jól fogunk szerepelni. Látszik a csapatok létszámán, most többen vagyunk egyébként, mint januárban, és januárban is meglepően nagy volt az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy örülnek a felnőttek, hogy jöhetnek, játszhatnak, együtt lehetnek. Ugye lehet közben borozgatni, kapunk kis rágcsálnivaló, zsíros kenyeret. Tehát ez egy kellemes időtöltés, és hasznos időtöltés is, tehát művelődünk is közben, együtt vagyunk a barátainkkal, és másokat is megismerünk ezáltal. Telek Zoltán 2015 óta foglalkozik kvízjátékokkal. Elárulta, meglepően jól sikerült az első alkalom is Bátaszéken. Nagyon jól sikerült a kvíz, nagyon jó hangulat volt. Én picit meg is lepődtem abból a szempontból, hogy az első alkalmak mindig ilyen kicsit feszültek szoktak lenni. Akik eljönnek, azok kicsit így tartanak, hogy hú, milyen kérdések, mi lesz, ha nem tudom. De gyorsan, az első forduló után mindenki beleállt ebbe a dologba, és nagyon jó hangulat volt, én nagyon élveztem. Még egy hézakpótló információ. Karancskeszinek van egy Zágfalva nevezetű része, ahonnan Zács Felicián származik. Mindig van tematika. Ez egy 6-fordulós kvízjáték, és mindig van egy olyan forduló, ahol csak egy formát kérdezek. Magyar várakról, zöldségekről, külföldi nevezetességekről. Ez 6 kérdés, egy forduló. Ezek mindig úgynevezett tematikus kérdések. Vannak 2 olyan forduló van, ami általános kérdés. Egy olyan forduló van, ahol egy összefüggést kell kitalálni. 5 különálló kérdést teszek föl. És a 6. kérdés az, hogy mi az összefüggés az előző 5 kérdésben elhangzottak, vagy a kérdések, válaszok között. Mindig van valami fogalom, ami összeköti, ezt kell megtalálni. És van egy 6. forduló, ami ilyen kockázati forduló, tehát az első 5 fordulóban csak pontokat lehet nyerni, a 6. fordulóban lehet veszíteni is pontokat. 1-6-ig ugye 6 kérdés van, az első kérdés 1 pont plusz vagy mínusz, a 6. kérdés 6 pont plusz vagy mínusz, és kockáztathatnak a csapatok, hogy válaszolnak rá, vagy nem válaszolnak rá. Ha válaszolnak és rossz, akkor mínusz pont, ha jó, akkor plusz pont ennek. Nagyon szoktak örülni, mikor plusz 4-5 pontokat is össze tudnak szedni, de hát itt azért nehezebb kérdések vannak. Én szeretek szórakozni, és másokat is szórakoztatni, és szerintem, hogyha ilyen általános jellegű kérdéseket, mindennapi tudást igénylő kérdéseket keverek olyan kérdésekkel, amikor írom a kérdéseket, én is meghökkenek rajta, hogy hát ez meg hogy van így. Ezek szerintem nagyon jó dolgok és gondolkodtatók. Picit azt mondom, hogy össze is lehet veszni a csapattársaknak, mert ez elsősorban csapatjáték. 3-4-5-6 fős csapatok vannak általában. És az a jó, amikor egy közös tudás hozza ki az eredményt, ami egyébként vagy jó, vagy nem, de hát pont ez a lényeg benne. Végül nem sikerült a bátaszéki csapatnak megvédeni az első helyet.
A bonyhádiak fölényesen verték a mezőnyt, talán majd legközelebb.